Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét az E3-ról. Bent vagyunk a PlayStation Mekkájában. Ez egy Pórnép által elzárt terület, ahol rengeteg játékot kipróbáltunk, és túl vagyunk nekem a legnagyobb E3 élményemen, az Uncharted 4-nek a presszkonferencen bemutatott demójának a tovább bővített verziójával, ami egy 20 perccel több gameplay tartalmazott. Én úgy akartam, hogy erről én mesélek, de egyszerűen nem találok szavakat. Tehát ennyire kidolgozott, profi, gyönyörű játékot én itt a show nem láttam. Beszélj, Gret. Igen, hát ugye a demo azzal kezdődött, ami a sajtókonferencián is volt, ugye az előbb a gyalogos harccal, aztán az autós üldözéssel, aztán ugye a sajtókonferencián nagyjából ott lett vége, hogy Nathan ugye ezzel az ostorával, a csákjával ráakaszkodik egy darura, és itt nálunk szerencsére folytatódott maga az akció. Először a víz fölött húzták tovább, aztán a sárban húzták tovább, az autóra rá kellett ugrálni, aztán autóról autóra kellett ugrálni, ugyanúgy, mint az Uncharted 2-ben az egyik legemlékezetesebb pályán. Aztán volt egy iszonyatosan lendületes menekülés egy motorral, a minket üldöző hatalmas páncélozott terepjáró elől kellett menekülni. Itt előről mutatta a kamera, most mondhatnám azt, hogy nagyjából úgy, mint a Crash játékokban, de hát ez ezerszer látványosabb volt. Úgyhogy gyakorlatilag mindenre a játékban hat a fizika, a falak, amiket áttörtek az autók, azok téglánként törtek ki, a szétlőtt asztalokról legurultak a gyümölcsök. Nem tudom, látta, de volt egy olyan rész, amikor mögénk dobtak egy gránátot, és az összes ananász annak megfelelően repült szerte szét. Volt egy rész, amikor összepakolt téglákat feldöntött az egyik autó, és azok milyen tűzijátékszerűen repültek, és az egyik ledöntött egy motorost. Úgyhogy szerintem a fizika az, amiben technológiailag talán a legnagyobb az előrelépés az Uncharted 4-ben. Minden hat a játéktérben, te is mindent meg tudsz lőni, meg tudsz mozgatni, minden fedezék szétlőhető, gyakorlatilag teljesen dinamikus környezetet csináltak ezzel. Igen, és az, hogy a grafika továbbfejlődött, az ugye egyértelmű volt. A Naughty Dog ma talán az egyik legjobb, ha nem a legjobb játékfejlesztő stúdió a világon. De ahogy a karaktermodellek kinéztek, ahogy arra figyeltek, hogy amikor leemelik az ajtót záró deszkát, és mögötte nem poros, amikor egy egyszerű jelenet, hogy csak lövöldözel egy kocsi oldalán, de minden lánc mozog, leszakad az ajtó, az E3-as presszkonferences demóhoz képest más útvonalakon ment, minden más kép dőlt. Nem, tényleg egyszerűen annyira egy új szint, meg egy új olyan minőség ebben a videójáték iparban, amit tényleg talán a Naughty Dog képes. El nem tudom képzelni, hogy a következő játékok mi lesz így a generáció hajnalán. Nem tudom, tényleg nem tudom, mit mondjak. Van még valami, ezt hozzá tudsz tenni? Vagy láttál jobbat, szebbet? Mit szeretné, hogy ez mi legyen jobb, mint amit most láttunk? Vagy tényleg elnézést, hogy így akad a hangunk, de én nekem ez tényleg ez mindent vitt. Igen, hát nem tudom, hogy így objektíven lehetne jobb vagy látványosabb játékot mondani az E3-ról. Azt, hogy a következő játékok milyen lesz, az azt jelenti, még várjunk egy 3-4 évet, mire odáig eljutunk, hogy annak a megjelenése közelbe kerül. Most már mindenhol csak 2016-ot és nem 2016 tavaszát írják ki megjelenésnek, ami nagyon remélem, hogy nem azt jelenti, hogy elhalasztották a játék megjelenését. Kipróbálni ugye még nem lehetett, rengeteg dologról semmit nem tudunk, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a nyár folyamán is ugye minden kiállításon valószínűleg lesz egy újabb demo. Azok egyre újabb és újabb lélegzetreállító pillanatokat fognak hozni, úgyhogy most összerakjuk Sasának a lelkét. Nem sokára beszélünk a többi játékokról, a mögöttünk látható Street Fighter-t is kipróbáltuk. Hamarosan ezzel is jelentkezünk. De mi miatt elköszönnénk, bár kipróbálni nem lehetett az Uncharted-et, egyértelmű, hogy játszottak vele, mert minden másképp történt, mint ahogy azt egy fél órája láttuk. Sziasztok!